Tisztelettel köszöntöm az Újpest Televízió kedves nézőit, ez az Újpesti Sport. Kedves vendégeket üdvözlök a stúdióban. Ambrus Imre, hát Pipi bácsit, az UTE öreg fiúk csapatának menedzserét, és hát a csapatkapitányát, standard játékosát, meghatározó futballistáját, Weber Györgyöt. Sziasztok, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek ide hozzám. Gyuri, jut eszembe. Nincs izomlázad, mert szombaton egy kicsit kellett azért pörgetni. Annál több van, tehát egy öreg, először is helyesbitek Szlezák Zoli a kapitány. Jó, én de direkt mondtam a kapitányt. Én vagyok. Bocsánatot kérek, ez egy ilyen beszélgetés lesz. Szlezák Zoli pályára nem lépett ezen a mérkőzésen, tehát te voltál a kapitány. De ha jó, emlékszem, egyszer keresztbe sétált, jó, nagyon fájott én. Igen. Tehát izomlázra visszatérve, most nincsen, mert ez kispályás mérkőzés volt, arra a megállapításra jutottunk többen, hogy most már a valós helyünk az itt van, a 40x20-as kispályán, tehát a nagypályás meccsek után egy-két hét kell regenerálódni, ha egyáltalán tudunk, úgyhogy ez a kispálya lesz itt azt hiszem a jövőben a fő profilunk. A kedves nézőknek szeretném elmondani, hogy amiről szó esett, hogy van-e izomláz vagy sem, ez a harmadik Mátyás Balázs labdarúgó emléktorna volt, amire a rendezők, a szervezők meghívták az UTE öreg fiúk csapatát, akik természetesen örömmel bólintottak rá a meghívásra. Pipi bácsi, téged kérdezlek, mint menedzsert, milyen volt a srácokat összetrombítálni, mit mondtál nekik? Még szinte ki se ejtettem a számon, hogy hova, kinek megyünk, csak annyit mondtam nekik, hogy emlékeztek Újpesten a Leningen utca, és volt, hogy sarkán történt az a súlyos baleset, a két rendőr autó összet. Hogyne, persze, persze. Mondom, ennek a fiúnak a tiszteletére a szülők és a rendőrség rendez egy tornát, egy labdarúgó, kispályás labdarúgó tornát, amire minket is meghívtak, hogy nyissuk meg a tornát. Szó nélkül, akivel beszéltem, akit felhívtam, egy szóra jelentkezett mindenki. Nagyon köszönöm ezúton is nekik. Sőt, hozzátem, még a Cica Lőv Zsoltika is eljött Angliából, és részt vett ezen a tornán. Igazi megtiszteltetés volt. Jó kis csapat találtunk oda, de itt nem a győzelem volt a lényeg. A rendőr kapitányok ellen nyitottuk meg a tornát, ami jól sikerült, barátságos, sportszerű mérkőzés volt. Sok nézővel, és megkaptuk, hogy jövőre is meghívnak minket, legyünk itt szeretettel. Elfogadtuk a meghívást, és a hívnak természetesen jövünk. Nincs mese, jönni kell, ugye ezt mondtad te is a mérkőzés után, amikor tényleg azt érezte mindenki, hogy mennyire tisztelik a régi újpesti labdarúgókat, titeket, Gyuri. Honnan ez a kapocs még? Mert azt látjuk, hogy más csapatoknál van MTK is, meg Vasas is, meg Ferencváros öregfiúk, de valahogy én azt látom, hogy ilyen családias hangulat, ilyen baráti hangulat egyik csapatnál sincs. Honnan ez? Honnan ez a félelmetes kötődés? Hát most egy kicsit időutazást kell akkor végrehajtsunk. Én azt gondolom, hogy arról az időszakról tudok beszélni, amikor mondjuk én a klub játékosa voltam, ez egy 13 éves időszak, 80-as évek vége, 2000-es évek eleje. Mindig is jellemző volt ránk, tehát azt gondolom, hogy nagyon, és ezek visszajelzések voltak, mert most arról az időszakról beszélünk, tehát a 90-es években, amikor úgymond profi labdarúgóként, akkor is már irigyeltek minket a fővárosi csapatok játékosai, mert látták, hogy milyen hihetetlen kohézió van az öltözőben. Ehhez természetesen azt gondolom kellett nagyon az, hogy ebben a 11 néhány évben, amit mondjuk én keretbe tudok foglalni, egy játékos volt, ugye azt Szlezák Zoli barátom, akivel a nyitástól a végéig, de a csapat körülöttünk lehet, hogy sokszor kicserélődött a keret, de mindig azért volt egy állandóság, tehát egy nagyon komoly állandóság jellemezte, nagyon komoly kötődés a kerülethez, klubhoz és a szurkolókhoz, tehát mi nem voltunk úgymond, hogy is mondjam, megközelíthetetlenek. Mi bementünk ugyanúgy a szurkolókkal,
elévült már meginni egy-két színes italt mérkőzés után, vagy hétköznap. Engem egyszer egyébként ez miatt meg akart az akkori UTE elnökség büntetni, de nem számított. Tehát megvolt az a kapocs, ami eltelt x11 év, és ugyanúgy megvan, és ezt mi most az öreg fiúk tornákon, mérkőzéseken éljük újra. De és ezt visszakapjátok, ezt a szeretetet a szurkolók. Tulajdonképpen a Pipi telefonja az nekem mindennapos, meg minden nap találkozunk, de engem a szülők is felhívtak külön, megkérvén erre, és ott is érződött az, hogy a szülők jártak a mi meccseinkre. Tehát egy olyan hihetetlen tisztelettel lettünk meghívva, holott ugye fordítva kell legyen, és hát ez természetes, hogy bármikor ebben a történetben mi bármilyen pici segítséget tudunk nyújtani, ott vagyunk. Úgyhogy emellett pedig, amikor elkezdődik egy ilyen mérkőzés, akkor azért újra visszafiatalodunk, legalábbis fejben. És azért ezek a történetek, amik ott meccs közben, után, ezek egyszerűen, ezek éltetnek egyébként minket. Gyuri, a Pipit hagyd kérdezzem meg, hogy mondjam neki, hát baromi könnyű dolgod van, mert látszik a srácokon, hogy még ma is szeretnek futballozni, szeretnek focizni. Igen. Hát így nem nehéz menedzsernek lenni. Hát azért voltak, meg vannak azért időnként gondok, mert ugye pláne most a nyári szünidő, mindenki kell megy szabadságra, tehát összeszedni az embereket nem egy könnyű feladat. De azért van még kiből válogatni. De visszatérve a megalakulásunkra, igen, én már annak idején, ugye, mert volt öreg fiú csapatunk, csak Isten nyugasztalja szegény Sára Tibi barátomat, ugye ezt ő kezdte annak idején különböző néven, és aztán 2000-ben, mikor a csapat először nyert bajnokságot, az öreg fiú csapat, utána Tibi barátom sajnos lemondott. De én már készültem előre, mert hallottam, hogy mi van, mi történik. És ugye Szabó Bence volt az elnökünk, és akkor én fogalmaztam egy levelet, és beszéltem a fiúkkal is, hogy mi lenne, mert sokan már eljött az idő, hogy lassan abba hagyják a játékot, és hogy mi a véleményük, hogyha az öreg fiúkba átjönnek, mert én azt szerettem volna kialakítani, hogy csak újpestiek játszanak a csapatban, addig pedig voltak olyanok, akik nem újpestiek voltak, Újpesten laktak, de szerettek itt futballozni. És akkor eljött az az idő, amikor kicserélődött a csapat, és csak újpestiek voltak a csapatban, és jöttek az első hívó szóra. Uh-huh. És akkor én megalakítottam a csapatot, mi az első osztályban játszottunk már akkor, és onnantól kezdve 2017-ig ment az öreg fiúk csapatunk, akivel 13 bajnoki aranyérmet nyertünk, 3 ezüstérmet, és 2 bronzérmet nyertünk. Le a kalappal, Pipi, le a kalappal. Bajnoki címeink. Amikor abba fejeztétek azt a bizonyos NB-s profi karriert, több kis csapatba is még elment játszani néhány újpesti labdarúgó, vagy néhány csapattagotok. Ott nem mondták azt, hogy vigyázzatok, meg ne sérüljetek, teszem azt egy öreg fiú mérkőzésen? Vagy beleegyeztek, vagy most már nekik teljesen mindegy? Mert én azt gondolom, nem. Nem tudom, tehát én 2003 nyarán hagytam abba a igen, profi futballt, és rögtön az öreg fiúkba átigazoltam, mert ugye a korom is meg volt hozzá. Nem hiszem, tehát aki ilyen alacsonyabb szinten játszott, az szerintem már amatőr, vagy igen, akármilyen juttatásért, nem hiszem, hogy ez problémát okozhatott, főleg akkor, amikor igen, a 30-as éveink közepén, mert azért az még közel volt, tehát akkor még fizikailag is jó állapotban volt mindenki. A Pipi említette azt, hogy kialakított egy csapatot, amelyik a mennyiségű sikert ért el. De arra én nagyon kíváncsi lennék, hogy ezt tréningeztetek is, vagy nem. Ez hogy működik? Hát nem, ne hát, azért. Hát sokan a labdarúgásban dolgoztak tovább is, és ott, ahol dolgoztak, ott meg volt adva a lehetőség, hogy edzhettek, tréningeztek. Tehát csörgött a telefon, és akkor találkozunk fél négykor, ennyi? Mi minden hétfőn körtelefon, és hova megyünk, otthon játszunk, vagy idegenben játszunk,
ha idegenben játszottunk, akkor elkértem a kisbuszt, és akkor aki akart, jöhetett a pályán, lerakta a kocsiját, beültünk a buszba, és úgy mentünk el idegenben. Sok szurkolónk is elkísért abban az időben, hát nagyon jól ment a csapatnak, büszke voltam a csapatra, mert ez a baráti hangulat, ami volt az NB1-ben, még játszottak, ez átjött az öreg fiúkhoz is. És hasonló, ugyanolyan olyan mérkőzés utáni bulikat csináltunk ott az öltözőben, úgyhogy már a portás bácsi szólt ránk, hogy menjünk már haza. Azt mondtad, hogy az a társaság, ez nagyon nagyon-nagyon-nagyon erősen hát kapaszkodott egymásba, igen, és tisztelte egymást, és azóta is tiszteli egymást. Hihetetlen haverok vagytok, ez látszott ezen a meccsen is. Sértődés soha nincs a zrikálásba? Mert ugye ezen a Mátyás Balázs emléktornán az alatt a 2x15 perc alatt, hát bizony néha fütyülni kellett volna, vagy olyan megjegyzések is mentek a másiknak, hogy hát mondom, ez rend, de ez belefér? Ez abszolút a velejárója, mert újra visszamegyek a igen, profi pályafutás. Az egyik óriási erényünk az volt, hogy őre tudtunk menni, akár edzésen is. Igen. De szó szerint, és amikor lefújták, mert volt olyan időszak, 6 hónapig nem kaptunk fizetést, hát ott az edzők nem nagyon tudtak ránk hatni, a következő volt az edzés. Letettünk 2 valamilyen italt a öltözőbe, és az volt a tét a kinti meccsen. De bajnokságot nyertünk, és most nem a bajnokság színvonalát kritizált, hanem ott egyszerűen lemészároltuk egymást. Bementünk, és újra ugyanazok a haverok voltunk. Tehát ezek mai napig megvannak, összetudunk úgy veszni, élem velem, tehát ennek élharcos én vagyok, mert ugye a régi az megvan, dolgok fölsínlenek. Mellette megy a jó irányú zrika, tehát most, hogy mennyire szeretjük egymást. Pipi említette a Lőv Zsoltit, aki igen, megjelent. Igen. Ugye volt egy remek indítás, amíg mindig keresik a labdát, akkor kértem meg, hogy világ egyik legnagyobb csapatának vagy az edzői stábjába, csak arra kérlek, soha nem utasd be semmilyen gyakorlatot, mert ezzel aztán... És ugyanígy és a Kabát Peti, aki nem akart lejönni a pályáról, Pipi. Van, hát ő azért szinte nem akar lejönni, mert ő nem tud játszani köztünk profiként, mert akkor még fiatal gyerek volt, és jaj, ő most látja, hogy mennyivel több gólt rúgott volna, mert oda mennek. Tehát igen, tehát minden pillanatát élvezzük ezeknek az öreg fiúk. Te Gyuri, elmondhatok egy történetet, erről jutott eszembe, amikor mondtad, hogy hát nem volt menázsi, nem volt fizetés, de azért játszottatok, és mi volt a tét, és hogy. Sok évtizeddel ezelőtt, amikor a holtenger még élő tenger volt, akkor én is sportoltam, és Tatán voltunk edzőtáborban. Világbajnok párommal, Jónyer Pistával, Jónyer Istvánnal, a nemzet sportolójával voltam egy szobában mindig. És a Bercik Zoli, az edzőnk, soha nem értette azt, hogy miért akarunk mi mindig az edzés végén egymás ellen tréningezni? Egy 10 percet, 15-öt, egy meccsre. Aztán kiderült, hogy az volt, hogy egy üvegpezsgőben volt a, most már én is elmondhatom, a frigiderbe, és bármit lejátszottunk fogadásra, és a vesztesnek kellett kiszolgálnia a győztest fönt a szobában. Hát el tudod képzelni, amikor bejössz csatakosan, teszem azt, vagy vizesen a zuhanyozóból, egy szál semmibe, vagy törölközőbe ott ülsz, és mondod, hogy garszon, pezsgő. Hát, tulajdonképpen na, szóval el tudom képzelni, mert hasonló. Volt egy hasonló sztori, hogy belefér, spanyol edzőtábor, és akkor az öregek, a név Jenei, Szlezák, Bérci, Weber, négyest, minden edzés után az akkori feltörekvő fiatalok, Pető, Zombori, Kovács Zoli, Zaza. És nem a Zaza, Zaza, és a Herceg Miki, lefordított kézilabda kapura, ez a spanyol edzőtábor 14 napja, mind a 14 edzés után egy 6-os meccsre ki voltunk hívva. Kénytelen voltam a hazatéréskor lenyilatkozni, hogy 14-ből 14 az öregeknek. Komoly konfliktus volt házam belül. De ezért tartotok itt van, még ma is. Pipi bácsi drága, említetted, hogy jövőre veled ugyanitt, tehát
a Bánka Kristóf Akadémián, illetve Sportközpontban, mert mindig akadémia jut eszembe, mert már minden akadémia itt. Szóval újra pályára lép a csapat, de azért a kis ördög itt van bennem, hogy haló-haló, nincsen csapatunk, aki a bajnokságban elindul? Sajnos, hadd kérdezzem ezt, mert ez fontos dolog. Sajnos egyenlőre nincs, mert ha jól megnézzük, utánpótlásunk például azért nincs, hát kit válogassunk be, ki kiöregedett, hát mind külföldi, nincsenek hazai gyerekeink. Akik lennének, azok elmennek más csapatba, de hát még nem érték el azt a kort sem, úgyhogy... Tehát annak meg semmi értelmét nem látom, hogy nem adtam fel a reményt, hogy nem alakítunk még egyszer egy újpestőre, de én nekem az a vélemény, hogy ilyen öregfiú csapatom nem biztos, hogy lesz valaha, amilyen volt. Ők a felnőtt játékos korukban is igazi sportemberek voltak, amit átmentettek az öregfiúk részére is, és ezt a szurkolók is látták, meghálálták, mert sokan voltak kint a meccseinken. Ezt nehéz utánozni, nehéz után. Azt a hangulatot, ami az NB1-es mérkőzések után is voltak, hogy utána nem mindenki rohant haza, hogy vége a meccsnek, aztán rohanunk Isten hírével haza, nem. Mi egy ilyen hazai győztes meccs után szinte hajnalig ott voltunk a büfébe, ott. Minket az éjszakában nem láttak győztes meccs után. Hajnalban volt, amikor hajnalban elindult, bejöttünk a kocsihoz, hazamentünk. Legyen ez így, jövőre is és utána is, de Gyuri, azért egyet meg kell kérdeznem. Te a U19-esnek vagy az edzője, Szlezák Zolival, ugye, mert hát, hogy is mondjam, az ikrek, most már lassan azt kell mondani, olyan, de tényleg, és ez pozitívan gondoltam. Gyuri, U19, látsz olyan játékosodat, akikből az NB1-es csapatba is szurkoló, akiknek az NB1-es csapatba is szurkolhatunk néhány, hát tudod mit, akár jövőre, hamarosan? Na, a következő, ugye 2 éve dolgozunk az U19-el, ez alatt most már az idei bajnokság ugye múlt héten ért véget, másodszor fog kicserélődni a garnitúra. Az előző, tehát akikkel kezdtük, a 2003-as korosztály, 7-8 játékos a standardül játszik az NB3-ban, tehát akik még az idén ifistakorúak voltak. Abban a névsorban 3 játékos nevét bármikor leírnám egy borítékba, hogyha megfelelő a fejlődésük, tehát rengeteg, és megkapják a lehetőséget, akkor a felnőtt csapat keretében. Teszem hozzá, a Varga Balázs, meg kell említsem név szerint, mert egyébként is egy személyes kedvencem volt, és remélem lesz is majd, ő már profi szerződést kapott, és 2-3 kopogtatnak a felnőtt csapat ajtaján, akik standardül a felnőtt NB3-as bajnokságban játszottak. Hagy vágjak közbe a kedves nézőnek, csak annyit szeretnék elmondani, hogy ez az NB3-as bajnokság, ezt ne degradáljuk le annyira, hogy NB3, ez olyan, mint annak idején, akik idősebbek és imádják a sportot, tudják, ez olyan, mint a tartalékbajnokság, ahol nagyon-nagyon nagy küzdelem van, és nagyon jó futballisták játszanak. Hát azért indulnak ott, igen, tehát az összes NB1-es csapatnak kell legyen tartalékcsapata, amelyek az NB3-ban szerepelnek, tehát nem egymás ellen, mint a tartalékbajnokságban, lenne egyébként értelme, így pedig igazából a felnőtt futballba való átlépés. Igen. Tehát gyakorlatilag a minden csapat, szinte minden NB1-es csapat tartalékcsapata, még ifikorú játékosokkal, és akkor itt lépnék, tehát a 2003-as korosztályban látok 2-3 játékost egész biztos, ez már nagyon nagy dolog lenne, és most ugye újra kiment egy korosztály, amelyik még jövőre is, tehát a 2004-5, de már a NB3-as csapattal fogják 8-an vagy 9-en megkezdeni a felkészülést, tehát ilyen újabb alom. Ebben látok 2 játékosban most jelen pillanatban olyan lehetőséget, de ők még tényleg ifisták, tehát nekik szintén kell egy év minimum a felnőtt futballban, de továbbra is azt mondom, hogy nem csak a bajnoki mérkőzés, hanem a napi munka,
ami döntő. És abban kell őket úgy építeni, hogy be tudjanak lépni, de a tehetségük megvan hozzá. Tehát én azt mondom, hogy 2-3 éven belül lehet 3-4 saját nevelésű újpesti a keretben, ami a jelen állás szerint egy nagyon nagy dolog, úgy érzem. Ehhez kívánok neked sok erőt, hogy neveljétek ki azokat az újpesti futballistákat, akik miatt érdemes lesz kimenni majd a mérkőzésekre. Pipi bácsi, neked is kívánok kitartást, és ne add föl, csináld meg azt a bizonyos öregfiúk csapatot, bár tudom, hogy nincs könnyű dolgot, hiszen Weber Gyurik, és inkább azt mondom, Weber Gyurik nem minden nap születtek itt Újpesten. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Vigyázzatok magatokra, hogy találkozhassunk később is, és ha kell, játszhassunk is egy kicsit együtt, akár pingpongot, akár focit, de a végszót nem tudom elmondani, mert Pipi bácsi jelentkezik. Még csak annyit szeretnék mondani, hogy ezúton szeretnék köszönetet mondani Szlezák Zolinak, hogy annak idején, amikor ezt az öreg fiú csapatot én összehoztam, ő nagyon sokat segített nekem, és amíg játszott a csapatban végig, mindig is ő volt az első számú ember, aki sokat segített a csapat kialakításában. És az, hogy sok bajnoki címet szereztünk, azt neki is köszönhetem. Ezután szeretném megköszönni neki a segítséget. Köszönöm. Kedves nézőink, legyen ez a végszó. Ennél jobbat én sem tudtam volna kitalálni. Úgyhogy elköszönök erre a hétre önöktől. Vigyázzanak magukra, hogy jövő héten is találkozhassunk. A viszontlátásra!